Megyünk tovább Zalaegerszegre. Elkészült a megújult ZTE Arena. A zalaegerszegi stadion átalakítása még 2003-ban maradt félbe, és azóta több mint 10 éven át álltak a munkálatok. Idén azonban befejeződhetett a felújítás az országos stadion rekonstrukciós program keretében. A beruházás több mint 1 milliárd forintból valósult meg. A sajtó képviselőit nem sokkal ezelőtt vezették körbe az új intézményben, ahol ott volt Fraunhofer Márta kolléganőm is. Az utolsó simításokat végzik a szakemberek a ZTE arénában, mintegy 12 évet vártak a sportolók és a szurkolók arra, hogy végleg megújuljon a ZTE stadion. Ez egy 1,5 milliárd forintot meghaladó beruházás volt. A részletekről kérdezem Balázs Zoltánt, Zalaegerszeg polgármesterét. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, én is szeretettel köszöntöm a nézőket. Valóban, amikor 2002-ben az ZTFC megnyerte a magyar bajnokságot, sőt utána a Bajnokok Ligájába is játszottunk, mindenki számára emlékezetes lehet Koplárovics Béla gólja a Manchester United ellen. Nos, akkor 2002-ben elkezdődött az akkori Orbán kormány támogatásával a ZTFC stadionjának a felújítása. Azonban a kormányváltás után 2003-2004-ben ez a felújítás félbe maradt, és tulajdonképpen 3/4 arányban elkészült, a maradék 1/4 pedig itt állt torzóként 12 esztendőn keresztül. Ezért mi inkább úgy fogalmazunk, hogy most ezzel a támogatással, ami összességében közel 1,6 milliárd forint, végre 12 év hányattatás után befejeződhet az ZTFC stadionja. Úgyhogy azt gondolom, hogy valóban egy olyan gyöngyszem alakul ki, ahol mind a sportolók, mind a futballisták méltó körülmények között játszhatnak, mind pedig a szurkolók olyan körülmények között tekinthetik meg a meccset, amely azt hiszem, hogy most már a 21. századnak megfelel. Ez a fejlesztés mit tesz hozzá a város sport életéhez? Zalaegerszeg számára azt gondolom, hogy nem csak a sport miatt, hanem az imázs miatt is az, hogy ZTE, az rendkívül fontos. 2020-ban fogjuk ünnepelni a centenáriumot, az 1920-as alapítást, és azt hiszem, hogy ha visszagondolunk az elmúlt évtizedeknek a sport történelmére, akkor azt mondhatjuk a szívvel, hogy Zalaegerszeg minden sportszerető polgárának, de tulajdonképpen Zala megye teljes közösségének az ZTFC az egy olyan brand, egy olyan érzelmi kötődés, ami mindannyiunk számára fontos. Ezért bízom benne, hogy most, hogy ilyen méltó infrastruktúrális háttérrel is rendelkezünk, és a stadion is így meg tudott újulni, sőt, még további terveink is vannak. Az azt predesztinálja, azt vetíti előre számunkra, hogy a következő években, reményeink szerint hamarosan egy NB1-ben játszva, a csapat olyan sikereket ér majd el, amely a város hírnevét messzire fogja röpíteni. Polgármester úrnak köszönöm. Itt Zalaegerszegen az ország egyik legmodernebb és legszínvonalasabb stadionja jött létre, ezt akkor be is mutatjuk a kedves nézőknek. Vég Gábort kérem meg erre, az ZTFC ZRT többségi tulajdonosát. Jó napot kívánok! Szóval mi újult meg, miben egyedülálló most ez a stadion? Hát gyakorlatilag teljes egészében, hiszen a váz szerkezet volt adott, minden mást ez a felújítás keretében történt. Tehát minden eleme megújult, a gépészettől, a festésen át, a bútorzatig, minden vadonatúj, gyönyörű, és hát nagy izgalommal várjuk, hogy birtokba vehessük. Van több olyan újítás, ami mondjuk egyedülálló az országban. Gondolok itt például a pályának a fűtésére, amit, ha jól tudom, gázzal egyedül még csak itt fűtenek. Hát ez egy adottság, mivel ez az egy természeti kincsünk van, amit tudunk erre használni. Így van valóban az országban, tudomásunk szerint egyedülálló, használjuk is per pillanat, most is működik, és hát reméljük, hogy a hétvégi mérkőzésen már egy kifogástalan talajú pályán tudjuk fogadni az ellenfelünket. Megújult a fogadóépület is, és rengeteg öltöző, itt a hátunk mögött látjuk, hogy szauna is áll most már a sportolók rendelkezésére. Hát minden olyan kiszolgáló helyiség, ami egyrészt előírás, másrészt a mindennapi kényelmet, illetve a minőségi felkészülést szolgálja, az rendelkezésünkre áll valóban. Köszönöm szépen! Kedves nézőink, tehát megújult az ZTE Arena, egy nagy beruházásról van szó, hétvégén itt játszanak egyébként a fiúk, vasárnap játsszák az utolsó mérkőzést az idei esztendőben.